Minden pontra égető szüksége van a nyíregyházi csapatnak a bennmaradás kiharcolásához, így az esélyesebb Cegléd ellen is a bravúr reményében léptek pályára Barta Dénes tanítványai. A 24. percig vezettek is a hazaiak, a pihenőre azonban már két gólos vendégelőnél vonulhattak a csapatok. A második játék részben a kapus cserélő ceglédiek stabilizálták védekezésüket, a másik oldalon pedig könnyörtelenül kihasználták a nyíregyházi hibákat, így 6 gólos vendégsikerrel zárult a találkozó. Ez a csapat egy nagyon régóta együtt játszó, nagyon komoly csere lehetőségekkel bíró csapat, aminek komoly célkitűzései van, a harmadik helynek a megszerzése. Tehát egy motivált csapat érkezett ide Nyíregyházára, és hát mivel évek óta együtt játszanak, játékban jobbak is tőlünk. Az első fél időben a videó alapján egy kicsit a védekezésünket visszafogtuk, meg is büntettek bennünket, hisz nagyon sok gólt kaptunk. A támadásból azt hiszem, hogy dicsérhetem a csapatot, mert szellemesen jól játszottak. A második fél időben megpróbáltunk egy picit kijelmítni, sőt vegyes védekezéssel is próbálkoztam. A bíró Balázs nekem 4 évi játékosom volt, meg innen az IFI-ből került el. Sajnos vele szemben ez nehezen alkalmazható, és hát a hátulsó embereink pedig ahhoz lassuk voltak, hogy ötödbe felvegyük a játékot. A vendégek edzője akkor is bízott a sikerben, amikor csapata csak futott az eredmény után. Azt kértem a fiúktól a meccs kezdete előtt is, hogy idegenbe jövünk, és mindig ezt szoktam nekik mondani, nem kell 30 perc alatt megverni az ellenfelet, hiába tudjuk, hogy a helyezések miatt azért esélyesebbek voltunk, bár ugye beszélgettünk róla, hogy ebből a Diósgyőri különítménnyel nagyon megerősödött a Nyíregyháza. Én azt kértem a fiúktól, és ezt mondtam szünetbe is, hogy ezt a X-es dolgot tartsuk szünetig, és akkor utána, hogyha másik fél időben mi szabadon, nyugodtan tudjuk játszani a saját játékunkat, akkor föléjük tudunk kerekedni. A nyíregyházi KSK tovább harcol a bennmaradásért, a hétvégén a közvetlen riválisnak számító Hajdúböszörmény otthonában lép pályára Barta Dénes együttese.